imádtam sportolni, már általános iskolás korom óta is, először atlétaként, aztán később labdarúgóként, középiskolában tájékozódási futóversenyzőként sportoltam. Innétől kezdve egyébként a tájfutásban ehhez hozzákapcsolódott egy műsorvezetés, és aztán a középiskola elvégzése után testnevelő tanári diplomát szereztem, dolgoztam általános iskolában, középiskolában, aztán sportvezetőként Somogy megyében, és utána következtek a műsorvezetős és a saját rendezvényes évek. A triatlon tett engem országosan is ismert és népszerű műsorvezetővé, így lettem egyébként a triatlon magyar hangja. Aztán Kaposváron az első kaposvári triatlon verseny megrendezése után más triatlon verseny szervezők is felkértek műsorvezetőnek. Akkor még nem voltak triatlon klubok, eljöttek triatlon versenyre úszók, bringások, futók, öttusázók. Így ismertek meg engem ezek a sportágak, és hívtak el aztán saját rendezvényeikre is országos vagy nemzetközi versenyekre műsorvezetőnek. A BSI ügyvezetője akkoriban a Magyar Triatlon Szövetség alelnökeként dolgozott, és ő csábított át a futópályára, hogy noha mutassam meg akkor, hogy mit tudok ezen a területen is. Legrégebbi versenyünk rendezőként a Róka űzők nevű váltófutó verseny, Pécs és Kaposvár között zajlik ez a verseny. Aztán rendezünk triatlon versenyt is a Deseda tavon, megőrizve a triatlon hagyományait, visszavive ugye eredeti helyszínére a verseny. Érdekesség, hogy egy különleges ultrafutó versenyünk is van a Deseda Ultramaraton, ahol nem a kísérők mennek a versenyző után, hanem a versenyző érkezik vissza mindig egy kör teljesítése után a kísérőjéhez. És új versenyeink vannak, ezek a jótékony handicap futás, amelyikkel jótékony célokat valósítunk meg. Van a plogging nevű futóversenyünk, ahol egy-egy terület kitakarítását futás közben végezzük el. Ez is nagyon sikeres. Nekünk egy nagy családunk van, a feleségem Kaposvár város sportreferense, egy-egy sportesemény területén nagyon sokszor, szinte mindig együtt dolgozunk, jól megértjük egymást, el tudjuk osztani egymás között a feladatokat, de a gyerkőcök közül is vannak, akik besegítenek, a gyerekek mindannyian sportolnak szerencsére, de egyik gyerekünk Zsófi pedig már a rendezésben is kiválóan dolgozik, nagyon-nagyon számítunk a segítségére, a munkájára. Szeretnék a továbbiakban is, ha még a mikrofon mellett állhatok, ugyanilyen érthetően szépen magyarul beszélni. Ehhez egy fogadalmat is tettem, a Nobel-díjas írók, valamennyi Nobel-díjas írónak a könyvét vagy könyveit megszerezni, egy könyvtárban elhelyezni, és legalább egyet mindenkitől elolvasni. Ezt a könyvtárat pedig a családomnak szeretném majd továbbadni.